Az estre már kapunyítás előtt sokan gyülekeztek, hogy láthassák a humor nagyágyúit a közösségi házban. A tréfás programot Záhonyi Ábel Dávid humorista könnyed témákkal nyitotta meg, majd Orosz György lépett a színpadra. A mai esten Pétfürdőre érkezett a Hova-Hova című előadásával. Milyen témaköré építette fel a mai estet? Ezt nem is úgy határoztam meg, hogy valamilyen témakört kövessen, hanem ez a hova-hova, ez az, hogy néha mondok ilyen kellemetlenebb dolgot is a színpadon, ami valakit bánthat vagy sérthet, de egyébként csak őszinte vagyok. És hogyha valaki elindulna hazafelé, akkor tőle megkérdezném, hogy hova-hova. Ezt is lehet mondani. Meg hogy sok helyre mentem az önálló estemmel, de alapvetően nincsen így tematizálva a műsor. Én jobban szeretem, amikor így szabadjára engednek, de egyébként a hétköznapjainkról szól. Mikor döntött úgy, hogy humorista szeretne lenni? Mi volt az az első momentum, amikor azt gondolta, hogy az emberek megnevettetése egy fontos dolog lehet az életében? Hát kétféleképpen szoktak elindulni ezen a pályán az előadók. Az egyik az, aki rajongója volt mondjuk a humornak, akár egy konkrét előadónak, és akkor évek alatt próbált úgy olyan helyeken dolgozni, hogy minél közelebb kerüljön a humorhoz, mint szakmához, és ahogy egyre többször ebbe belelátott, vagy együtt dolgozott humoristákkal, akár íróként, vagy segítőként, menedzserként, szerkesztőként, egy idő után előrébb lépett, és humorista lett belőle. Van a másik fajta, amikor úgy valaki úgy odasodródik, többfajta előadó művészeti pálya van, nyilván több terület. Én például rádiós műsorvezetőként kezdtem, de tök hétköznapi vállalkozásom volt, kereskedő voltam, és a rádiós műsorvezetéshez kerültem közel. Oda se úgy, hogy nem végigjárva a ranglétrát, meg nem elkezdve szerkesztőként vagy hírszerkesztőként, hanem egyszerűen csak egy műsorsávot megkaptam, és az jól sikerült, kaptam többet, egyre jobb helyeken, tehát hogy úgy nem volt tudatos, hogy én humorista legyek, ez meg se fogalmazódott bennem, hogy humorista, hát így azt se tudtam, hogy pontosan az mi, inkább így műsorvezető szerettem volna lenni, és akkor egyszer lehívtak egy ilyen előadásra, ahol ráadásul nem is azt csináltam, amit kértek, de a közönség nevetett, akkor mondták, hogy nem ez a feladat, csináljak más műsort. Csináltam más műsort, akkor is nevettek. Egyébként, amikor rádióztam is nevettek, meg amikor televízióztam is nevettek. Hát mondom, akkor legyek humorista, és akkor így lettem azt. Aztán nyilván rájöttem az elmúlt 10 évben, hogy ez egy nagyon sok minden megtanulható ebben, meg ennek vannak azért bár kötetlen, de szabályai ennek a műfajnak is. Ami nem olyan szabály, hogy mint akár egy hírszerkesztőnél, hogy milyen hosszú legyen egy hír, legyen benne, hogy hol, mikor, kivel, miért történt valami, hány hírblokk, hány külföldi, hány magyar, tehát nem ilyen szabályokra gondolok, hanem olyanokra, hogyha ezeket a szabályokat nem tartjuk be, az emberek valamilyen fajta típusú műsorhoz hozzászoktak, és ha a tiéd nem ilyen, természetesen nem a témát értem, hogy ahhoz kell máshoz hasonlítani, hanem ahogy a technika, hogy épül fel. Tehát most, ha mindenki csinál egy 80 perces önálló estet, ami egy szabály mondjuk, akkor ha én eljövök egy 25 percessel, vagy egy 4 órással, akkor a közönség azt fogja mondani, hát ez mi volt, nem ehhez vagyunk szokva. Tehát ezeket a szabályokat megtanultam, és most már így nyilván egyszerűbb így létrehozni egy estet. Nyilván nagyon sokszor hallja ezt a kérdést, de itt a helyi közösséget is érdekli, hogy hogyan születnek a poénok. Van esetleg olyan, hogy egy-egy társaságban elhangzik valami, és azt mondjuk felhasználja, vagy ez egy hosszas háttérmunka eredménye? Mindent felhasználok, tehát lehet, hogy itt is el fogom majd egyszer mondani, hogy 10 órás interjút akartak velem csinálni, de végül csak 10 percet vállaltam, mert ez egy elszólás volt. De szerintem egy jó humorista, ez egy nagyon jó megfigyelő. Folyamatosan megy, mindent megfigyel, és minden, ami ilyen fonákság, vagy ilyen poénra alkalmas, azokat feldolgozza. Tehát volt is régen olyan estem, amikor a közönség mondhatott egy-egy szót, vagy mondatot, és akkor én abból, ami arról eszembe jutott, arról elmondtam az adott történetet, vagy sztorit,
és akkor ezen nevettünk. Tehát egy kicsit ilyen improvizálós volt, de nem improvizálós volt, hanem olyan, mint ez a könyvtár, tehát hogy az agyamban, mint ebben a könyvtárban, ott vannak ezek a történetek, és akkor, ha tudom, hogy valami ide illik, akkor azt a könyvet leveszem, és akkor azt elmondom a közönségnek. Amikor összeállításra kerül egy-egy est, akkor van olyan személy, aki megkritizálja ezt, hogy tetszeni fog-e esetleg a közönségnek? Van kritikusa? Eleinte volt. Mivel nem jól reagálok rá, ezért már egyre kevesebb van. De egyébként mindenkit nagyon szívesen meghallgatok, de mindig azt szoktam mondani, sokszor van olyan poén, vagy van olyan történet, amit még én magam sem tartok jónak, de valamiért a közönség nagyon neveti. Ezért mondom, meg olyan is van, amit én imádok, szeretek, de nem érdekli a közönséget. De mégis azt szoktam mondani, hogy a kritika mellett mindenkinek, legyen az a családom, párom, barátom, bárki, valamilyen kritikával, illetve ő kitalálja, hogy szerinte hogy kéne ezt elmondani, akkor el szoktam mondani, hogy én állok a színpadon, én fogok vele beégni, vagy nekem lesz vele sikerem, ezért nem sokszor hallgatok ezekre a kritikákra, hanem nekünk a legjobb visszajelzés, ezt színészek szokták mondani, akik megnéznek egy stand-upos előadást, hogy nekünk nagyon jó ez a közönségkontroll ott azonnal, mert míg ők mondjuk egy színházban színészként nekik a rendező határozza meg a határokat, és sokszor ők is érzik a színpadról, hogy itt nem kéne ennyire ordítani, mert a közönségnek ez nem tetszik, de mivel a rendező azt kérte, hogy ennyire kell ordítani, ezért a színész ennyire ordít. Nálunk ez nem így van, nincs rendezőnk, mi saját magunkat rendezzük, és én látom a közönségből, és van közönség és közönség közt is különbség, hogy mennyire nyitottak, és hogyha lehet egy kicsit személyesebbre venni egy stand-upot, lehet egy kicsit polgárpukasztóbra venni, akkor látom, hogy elbírja a közönség, akkor változtatok a stílusomon, és változtatok a tartalmon is. Ezt velünk szemben egy színész, vagy egy zenész, akinek megvan írva a dal, az nem teheti meg. Mi megtehetjük, és éppen ebből tanulunk is, hogy meddig lehet elmenni, ezért a kritikusunk igazából maga a közönség. Ön szerint mi a jó humorista ismérve? Ki a jó humorista? Ezt egyébként, amióta csinálom, minden évben más gondolok erről. Nyilván annak meg kell lenni, hogy az embernek legyen meg az alaphumor érzéke, ami alapvetően a humor az maga a meglepetés. Tehát, hogyha meglepő dolgot mondok, akkor az agy nem tud vele mit kezdeni a meglepetéssel, ezért az ember elkezd nevetni, ezzel leplezve a meglepetést. Tehát a meglepetés a humor. Na most ahhoz, hogy valakit meg tudjunk lepni, az pedig meg már egy logikai feladvány, ahol létre kell hoznunk úgy egy történetet, hogy úgy elmesélünk valamit, hogy akár az utolsó szó, ahogy kimondva lesz, abban a pillanatban átfordul az egész történet, leesik, meglepődünk, nevetünk. Hát nagyjából így rakódik össze, úgyhogy maga a humorérzék az igazából a józan paraszti észre majd, hogy nem egyenlő. Tehát akinek jó a humorérzéke, az... annak úgymond az IQ-ja, vagy a józan paraszti esze nem rossz. Általában ezt tudom mondani. És hát attól függően, hogy ki mennyire befogadó. Valaki minél komplexebben tud gondolkodni, az egy annál bonyolultabb poénokon is tud nevetni. Aki meg nem annyira, az meg a hasra esős poénon tud csak nevetni. És ezért van az, hogy sokszor humoristák egy kicsit lentebb lövik, mert a hasra esősön tud egy orvos is nevetni, meg tud egy tanár is nevetni, meg tud az is, aki nem értette a logikáját a poénnak vagy a humornak. Úgyhogy ez az alap tudása meg kell, hogy legyen egy humoristának. Ezen kívül pedig az a fajta kitartás, ami ahhoz kapcsolódik, hogy humorban nincs olyan, hogy közepes humorista, nincs olyan, hogy elmegy humorista, jó humorista van, és rossz humorista. És nincs a kettő közt átmenet, de ez 6 év. Tehát 6 évig igazából minden humorista, míg be nem fut, vagy nem fogadja el a közönség, vagy nem válik jóvá, vagy nem tanulja meg, nem lesz meg a megfelelő színpadi rutin, addig úgy kell élnie, hogy ő nem jó humorista. És ezt az 5 évet, sőt a mai világban, a mai 20 évesek egy pillanat alatt tudnak váltani, ha valahol nem érik el sem az anyagit, sem a erkölcsi elismerést, akkor egy pillanat alatt mennek tovább. Tehát már nincs egy mai 15-20 év közti fiatal nem fog 5 évet várni. És látom is mindig a fiatal stand-uposainkon, hogy mindegyik egy kicsit olyan koravén típus.
Tehát, hogy azok a nagyon pörgős kamaszok nem lesznek humoristák, mert nekik erre nincs idejük. Úgyhogy ezért egyre szerintem kevesebb fiatallal fogunk találkozni. De hát mindig van olyan, akit mégis beszippant ez a pálya, de hát nem is vagyunk sokan. Hát most szerintem, ha nagyon humorban tájékozott embert meg kéne, hogy soroljam fel humoristákat, szerintem 50-nél többet senki nem tudna felsorolni. Nagyon sok mindennel foglalkozik, említette, hogy televíziónál dolgozott, rádiózott, olvashattuk, hogy könyvet írt, éppen forgatókönyvet a Covid idej alatt, talán ebbe is belekóstolt, ezekről meséljen egy picit nekünk. Még a stand-upnak is az alapja az írás. Nagyon szeretek írni, nagyon szeretek alkotni. Nem is tudom, úgy kezdődött, hogy főleg a humor minden időmet elviszi. Nagyon kevés idő maradt, hogy én bármit mellékesen készítsek, örülök, hogyha egy órát tudok tévét nézni naponta. És hát a Covid hozta azt, hogy volt időnk. Sajnos, hát én ilyenkor sem ülök. Online műsort indítottam az online felületeimen, végül is a követői számaimat megtripláztam, mert nem volt előtte rá időm, sem tudtam rá semmit feltölteni, és akkor elkezdtem ezzel foglalkozni, mondom, nem tudunk menni fellépni, ezzel úgyis el vagyok maradva, meg hosszú elmondani, de az a lényeg, hogy egy könyv is született nagyon rövid idő alatt, ott 3 hónap alatt elkészítettem egy könyvet, de ez nem azért született meg gyorsan, mert hogy ennyire gyorsan készítek vagy alkotok, hanem egyszerűen ez már megvolt nekem fejben, csak nem volt elkészítve, úgyhogy ez megszületett. Aztán a forgatókönyvírásba is bevettek ilyen napi sorozatoknak a forgatókönyveit, írtam, gegeltem, úgyhogy ezeket csináltam, de ez mind írás alapvetően. És én egyébként írni szeretek a legjobban, de például a Galaktika magazinba felkértek, hogy írjak egy novellát, de nem olvastam végig az e-mailt, mert én azonnal elkezdtem írni, mert abban is volt már egy régi ötletem, hogy egy ilyen jó sci-fi novellát készítek. Alapvetően ilyen szatirikus volt, tehát mondhatni azt, hogy azért a humornak egyfajta műfaját beleépítettem. És akkor írtam egy 50 oldalas novellát, ami már kisregény lett, és utána olvastam el jobban az e-mailt, hogy ők egy 2 oldalast kértek. De annyira jól sikerült, hogy végül csak betették a 100 oldalas Galaktika magazinból, 62 oldal volt az én novellám. Még az is lehet, ebben a könyvtárban is benn van az a Galaktika rész. Na mindegy. És akkor pont kérdezte valaki, hogyha jön hozzánk, akkor felolvasom-e majd a novellát. Hát egyrészt a hossza miatt nyilván nem. Másrészt pedig mondtam neki, hogy hát mondom, normális, hogy hát én ezt úgy írtam, ezt az egészet, hogy teljesen más lélekkel ír az ember, amikor tudja, hogy ezt más elolvasni fogja, és nem nekem kell elmondani, sokkal őszintébb, és abból is tanultam, hogy lehet még őszintébbé tenni a stand-upot is a történetekben, úgyhogy hát ha összegeznem kell, vagy sorrendet állítani, akkor azért magasan az írás vezet, hát azt szeretem a legjobban, a második helyen van talán a rádiózás, de csak kizárólag az élő rádiózás, tehát a konzervműsorokat nem szeretem, az élő rádiózás, és utána a stand-up így van, de a stand-up a fő munkám. Illetve azt emeljük még ki, hogy a humortechnikum mentora is. A humortechnikumról azért tudni kell, ez több mint 10 éve működő program, és ez olyannyira fontos a mi társulatunk életében, hogy amikor az egész elkezdődött, és én elkezdtem ebben a szakmában dolgozni, és ide kerültem Budapestre, az akkor meglévő társulatokkal minden volt egy ilyen szakmai vitánk, hogy én akkor azt mondtam, hogy a stand-upban ne az legyen, mint régen a humorban, hogy 8 évente volt humorfesztivál, és igazából úgy lehetett nagyjából egy humorfesztiválon végigjutni, hogy valaki az egyik 8 évnél íróként megjelent, a következő 8-nál meg előadóként, tehát hogy 16 év telt el 2 generáció közt. Tehát, hogy például amikor jött egy olyan hullám, hogy a Maksa Zoli, Bak Szilvi, Ihos Józsi, stb. Előttük még ott talán Nagy Bandó, meg a Markos Nádas, és a régi időben ezután 16 évig semmi nem jött. Vagy előtte voltak a Sasa, Hofi, meg sokan, és 16-20-24 évig semmi nem érkezett utána. Tehát, hogy nagyon, nagyon kevés volt az, hogy új emberek érkeznek, és ha érkeztek is, azok se voltak annyira fiatalok. Én nem értettem egyet a többi társulattal, mert többi is azt mondták, hát itt van most 20 stand-upos, minek foglalkoznánk mi bárkivel is. Most még ezek az emberek hadd menjenek, hadd lépjenek fel, hadd keressenek pénzt. Mondtam, hogy ez így rendben van, csak én folyamatosan engedném azt, hogy azért ne hújjon ki valaki,
hogy ne találjuk meg, mert éppen most 5 évig nincsen tehetségkutatás vagy tehetséggondozás, és én akkor kitaláltam, hogy évente csinálunk egy ilyet. Ez itt az évek alatt nagyon szépen kialakult, ez egy 6-7-es program. Őszintén azt tudom erre mondani, hogy ez a 6-7 arra való, hogy kiszűrjem azokat az embereket, akik biztosan nem valók erre a pályára. Arra nem, hogy valakiről azt mondjam, hogy ő belőle humorista lesz, mert onnan még nagyon hosszú az út. És ez a 6-7-es program szokott az lenni, hogy legalább akinek semmi értelme nincs ezzel foglalkozni, soha nem én mondom ki, erre ott rá szoktak jönni. Tehát ez a program úgy van kitalálva, hogy olyan feladatok elé állítom a fellépőket, hogy a végén ő pontosan fogja tudni, hogy ő ezt akarja csinálni, vagy sem. És olyan is van, hogy egyébként nem is annyira tehetséges, de ha ezek után úgy dönt, hogy akarja, akkor tud annyit hozzátenni, tud annyit tanulni, hogy olyan is van, aki, én biztos voltam benne, hogy eleinte még így volt, hogy biztos voltam benne, hogy nem lesz valaki humorista, és annyira akarta, hogy 10 év után már benne van a Schröder klubba, tehát, és nem is rossz. Úgyhogy ezen végig lehet menni, akarattal is, kiben miből mennyi van. Sokszor amúgy majdnem, hogy a tehetségesek szoktak hamarabb elvérezni, mert a lustaság miatt úgy próbálják a anyagírás helyett megoldani a színpadon akár improvizációból, de hát a professzionális előadó művészetnek az egyik ismérve, hogy megismételhetőnek kell lenni annak, amit az ember előad, tehát pusztán improvizációval nem lehet stand-upolni. Várj! Most már én is tudom, hogy ez nem szép poén. Ilyet nem illik mondani, úgyhogy azóta nem is mondom.